Sziasztok, én Delovi Ávor vagyok, és folytatjuk megkezdett kisfilm sorozatunkat Bartók tavasz kapcsán, ez itt a Fesztivál Extra, és hamarosan itt a húsvét, és hogyha húsvét, akkor operaház, és hogyha operaház, akkor hagyományosan Parsifal előadás. Richard Wagner közel 25 éven keresztül dolgozott a Szent Grál mondakör késő-középkori feldolgozásain alapuló operáján, melyet végül 1882-ben mutattak be, és hát az elmúlt 140 évben igen sokféleképpen láthatta a hazai közönség a színpadon, legutoljára 4 éve volt látható Budapesten, most azonban a csodaszép megújult operaházban Almási Tóth András újra gondolásában lesz tetten érhető a darab, a Bartók tavasz keretein belül április 17-én. Hogy pontosan milyen koncepció szerint álmodta újra a darabot a rendező, azt magától Almási Tóth Andrástól fogjuk megtudni. És már itt is állunk Almási Tóth András rendezővel, aki egyben az Operaház művészeti igazgatója. Köszönjük szépen, hogy bejöhettünk a próbára. Hadd kérdezzem meg, hogy miben lesz új ez a mostani darab, miben lett másképp megálmodva, mint bármikor máskor az elmúlt évtizedekben itthon? Ez egy 21. századi gondolkodásból megfogalmazott Parsifal. Itt ugye volt egy nagyon szép hagyományos előadás, ami nagyon sokáig a színpadon élt, és hosszan felújították, és úgy gondoltuk, hogy most elérkezett az idő, hogy újra gondoljuk a Parsifalt, a mostani tapasztalataink, a mostani gondolkozásunkból kiindulva, hiszen amikor ezt a Bayreuthban a Wieland Wagner megrendezte, akkor minden évben újra rendezte, mert ő maga is azt mondta, hogy ezt nem lehet egy oldalról nézni, és minden évben újra kell gondolni, hiszen a évről évre azok a tapasztalatok, ami az emberiség megél, az mindig beleíródik valahogy ebbe a csodálatos műbe. Mi az, ami szembetűnő lesz, hogyha 3 dolgot kell mondani, csak nagyon röviden a darab kapcsán, mi az a 3 szó, ami automatikusan eszébe jut az embernek erről? 3 szóban, hogy időhurok, egy olyan speciális idő kezeléssel játszunk el, ami a Wagneri leitmotív technikában benne van, hogy magyarul úgy kezdődik a darab, hogy Parsifal visszamegy a múltba, hogy kijavítsa a múltban elkövetett hibát, tehát az első pár pillanat az a jelenben játszódik, és onnan visszaugrunk 30 évet, és akkor újraíródik a történet. A második ugyanebből következik, hogy 2 Parsifal, sőt 3 van a színpadon, hiszen Parsifal saját magát szemléli, a saját fiatalkori énjét, és megpróbálja értelmezni az akkori cselekedeteit, és van még egy gyerek Parsifal is, aki az édesanyjával megjelenik a Parsifal vízióiban. Aztán a másik, és a harmadik pedig az, hogy az első felvonás az úgymond egy realista felvonás, ahogy szerintem a Wagner is írta, az egy valóságosabb, a második felvonás egy álomszerűbb, az a Klingsor felvonás, ami egy ilyen majdnem, hogy LSD álom az egész, és a harmadik felvonás az pedig egy absztrakt felvonás, ahol már minden le van csupaszítva, és szinte tartunk a tiszta, letisztult gondolkodás felé. Ez a Wagner kapcsán, csak most, hogy előbb itt a gyerekek, vagy az ifjúság is szóba jött, nekem is automatikusan beugranak azok az emlékképek, hogy zenetörténet órán, amikor szóba jött Wagner, akkor mindig arról beszélgetünk, hogy nagyon-nagyon hosszú darabokat írt. Szerintem az átlagember tulajdonképpen lehet, hogy ennél többet sajnos nem is tud Wagnerről, pedig nyilván csodálatos műveket írt. Itt vagyunk a 21. században, egy popszám, hogyha esetleg 3 perc, 30 másodpercnél tovább tart, akkor már hát a rádiószerkesztők is húzzák esetleg a szájukat, és attól félvén, hogy a hallgatóság elkapcsol a rádiót hallgatva, azt mondják, hogy inkább legyen rövidebb a dal. Hogyan lehet 2022-ben meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy igenis adjanak esélyt egy 4, 5 vagy akár több órás operának?
Ennek a titka maga Wagner, aki valószínűleg ezt pontosan érezte, hogy ez az időkezelés, amit ő alkalmaz, az nem a reális idő, és ahogy azt maga a Bayreuthi Fesztivállal megálmodta, tehát ki kell lépni a hétköznapok idejéből, el kell vándorolni a színházba, és ott átigazítani magunkat egy más időszámításra. És ezt a Wagner zene megsegíti, hiszen párhuzamosan mindig nagyon sok időségben létezik ezekkel a előre és visszautalásokkal, hogy a zene, a leitmotívumokkal mindig előre utal a történet lezajlása, illetve vissza, illetve egy ilyen időhálót hoz létre ezzel a zenével. Tehát úgy gondolom, hogy ahogy belehelyezkedünk egy ilyen Wagneri időbe, onnantól kezdve megszűnik a reális időérzékünk, és nem azon gondolkozunk, hogy úristen, még hátra van 4 óra, hiszen ez nem mérhető azzal az óraidővel, amit mi a hétköznapokban megélünk. Amúgy is ugye ez a darab egy ilyen mítikus időben játszik, ahogy mondjuk Wagner minden operája is, ami nem a lineális, hétköznap megélt percről percre zajló idő, de magában ebben az előadásban is pontosan ezzel játszom el, hogy itt folyamatosan nagyon sok időség van jelen. Tulajdonképpen akkor filmeszemlélettel élve, akkor ez kicsit olyan, mint mondjuk a Gyűrűkora, ami mondjuk filmként mondjuk akár 9 órát is ki tud tenni, és mégsem nézegetjük az óránkat, egyszerűen csak bele kell helyezkedni ebbe a történetmesélésbe, flow élményként. Viszont egy pici kulisszatitkot, ha esetleg kaphatnánk a véget, hogy mi lehet a trükk abban az esetben, amikor ilyen irgalmatlanul hosszú darabot kell megjegyezni, akár előadóként, vagy akár rendezőként. Van esetleg valami extra, vagy egyszerűen csak pusztán jóval több munkát kell belefektetni? Az a trükk, hogy az emberi gondolkozást azt nem lehet lelassítani. Tehát, hogy még ez a mítikus időben zajló opera egy másik időségben van, a mi gondolkodásunk a valós időnkben gondolkozik, ezért sokkal dúsabb gondolat hullámok tudnak minket elérni. Tehát azt mondjuk, végignézek egy monológot, ami 8 perc cikk tart, mondjuk a Guremac elbeszélés, és ez alatt az én gondolkozásom nem lassul le ehhez a történethez, hanem pont időt hagy arra, hogy én ebben a történetben nagyon sok asszociációt helyezzek el. Ezt most nem magamnak, mint rendezőnek mondom, hanem én nézőnek is. Tehát, hogy kattanok erre a Wagner idő zónára, akkor onnantól kezdve én megnyitom a szabad utat a saját gondolkozásom felé, és ez hihetetlenül, tehát ez egy igazi szellemi kaland, ahogy én mondjuk nézem a Parsifalt, és közben folyamatosan asszociációim vannak a saját életemmel, vagy a világ életével, vagy az univerzum életével. Bevallom őszintén, hogy amikor a mai beszélgetésre készültem, akkor mint a nép egyszerű gyermeke, rákerestem a YouTube-on a Wagner darabjára, és nagyon meglepő volt, hogy a 3 perc 50-es előadástól kezdve egészen a 6,5 órás verzión át nagyon sok mindent találtam. Mi az igazság? Tehát gondolom nem arról van szó, hogy valaki nagyon gyorsan vezényelt, és abból lett egy 4 óránál rövidebb darab. Van, hogy bizonyos részeket az ember kihagy egy ilyen hosszú műből, vagy egyáltalán illik-e ilyet csinálni egy ennyire komoly téma kapcsán, meg egy ilyen komoly zeneszerző kapcsán, vagy itt egyszerűen csak másról lehet szó? Hát szerintem ez azért nagy rész véletlen, hogy egy felvétel mondjuk van, amikor a szünetekkel együtt, meg a esetleg van, amikor online közvetítéseken közben mondjuk interjúk vannak, és ezzel megnyúlik, de az ennek a játékideje az 4 óra, és ebben a 4 óra, ez mi hozzátesszük a szünetet, tehát mondjuk 5 óra a teljes játékidő, de azért szünet nélkül ez egy olyan 4 óra körül tiszta zene, és ez nem nagyon
nem hogy nem nagyon lehet húzni, hanem ezt nem lehet. De ebből nem lehet húzni, mert hogy úgy van felépítve, mert tényleg mint egy nagyon finom épület, amiből ha kiveszek egy pici elemet, akkor az egész összedől. Tehát ez egy ilyen nagyon finom szerkezet, amit a Wagner megír, és ő 4D-ben ír zenét. Tehát nem, ő nem 2D-ben és nem 3D-ben, hanem 4D-ben, tehát ott van benne a téridő is, és ezt szinte egy hangot nem lehet belőle kivenni, mert akkor már borul az egésznek a szerkezete. Hát csak kívánni tudom, hogy fantasztikus előadás legyen. Még egyszer április 17-én a Bartók tavasz keretein belül lehet majd megnézni Wagner Parsifal operáját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.